amit most hoztunk nektek, ez egy CrowdBot Plus nevezetű háromdimenziós nyomtató, ami egy úgynevezett PLA típusú bioműanyagot használ, ami kukorica keményítő alapú. Szóval minden modell, amit majd körbeadunk, meg így meg tudtok majd közelebb is nézni, lényegében ehető és teljes mértékben környezetbarát. A 3D-s nyomtatót mutatja be az egyik előadó a csütörtöki programon. Az utazó digitális élményközpont már harmadszor látogatott a dr. Kovács Pál könyvtárba. Ezúttal is olyan technológiákat mutattak be az érdeklődőknek, melyek napjainkban egyre nagyobb teret hódítanak. Több mint 20 többségében fiatal gondolta úgy, hogy közelebbről is megismerkedik a 3D-s nyomtatással, a drónokkal, a Lego robotokkal és a virtuális valósággal. Digitális technika korát éljük, ahhoz, hogy otthonosan mozogjunk ebben és a felhasználóink is, ehhez segít a digitális jólét program, ami egy országos programsorozat, és országszerte digitális jólétpontok működnek. Könyvtárunk három helyszínen, a Kisfoldi könyvtárban és a Központi könyvtárban, illetve a József Attila Művelődési Házban is működtet digitális jólét programpontot. Mindhárom helyen egy-egy mentor segíti a felhasználókat a digitális technika elsajátításában. A mai program során az utazó digitális élményközpont keretében tulajdonképpen a digitális technikával ismerkedhetnek meg a résztvevők. Gyangolul kimondja a szint, annyit forgat rajta a sinet, amennyit kell, kiadja magával a piros szint és visszamegy a kezdőpontra. Ez a Lego robot felismeri a színeket, és az alapján a megfelelő helyen dobja ki a kockát. A gyerekek ezzel a technológiával már az általános iskolában is találkozhatnak. Egyre több helyen hódít teret a Lego robot építő foglalkozás. A nyári szünetben örömmel csatlakoznak a fiatalok az ilyen és ehhez hasonló programokhoz. A dr. Kovács Pál könyvtár és közösségi tér számos attrakcióval készül, mind a felnőtteknek, mind a gyerekeknek a vakáció idején. A nyári szünet időszakát éljük, illetve a szabadságok időszakát. Színesebbé tudjuk tenni ezekkel a programokkal a kínálatot és a szabadidő hasznos eltöltését. Másrészt a digitális technika elsajátítása az életünk részévé vált. Ehhez, hogy ezekben a kompetenciákban mindenki otthonosan mozogjon, ehhez tudunk mindig újabb és újabb információkkal segíteni, illetve a használatban is napra készé tenni az olvasókat. Még majdnem egy hónap van hátra a nyári szünetből, érdemes a dr. Kovács Pál könyvtár és közösségi tér programjai között szétnézni. Az intézmény Facebook oldala naprakész, folyamatosan frissül, így könnyen találhat magának minden korosztály valamilyen érdekességet a vakáció hátralevő részére.